Nagy erőkkel mentik a házaikba a rekedt Fülöp-szigetieket Manila környékén a katasztrófa védők. Az országot pénteken érte le trópusi vihar, mely áradásokat és földcsuszamlásokat okozott. A hatóságok egyelőre 48 halottról tudnak, de az áldozatok száma folyamatosan emelkedik. A mentőknek sokszor 3 méter mély vízben kell megközelíteniük a segítségre váró embereket. A hatóságok 22 eltűnt szemét továbbra is keresnek. Sok háztartásban pedig még mindig nincsen áram. A vihar után az ország közlekedése lassan kezd helyreállni. Ez azért különösen fontos, mert minden szentek alkalmából több millió ember indulna útnak az országban.